Sziasztok! Ismét nagy szeretettel köszöntelek benneteket ebből a többnapos szolgálati útnak az utolsó napjából, egy másik szállodából, egy kis hotelból, mert már nem volt vonat, amivel mehettem volna haza. Hajnali 4 óra van, és most indulok haza, és össze fogom nektek rakni a képeket, a videókat, amit csak tudok, hogy ti is minél többet épüljetek majd ebből az egészből. Egy fantasztikus, tényleg különleges Isten tiszteleten vehettem tegnap részt, és szolgálhattam. És láttam egy keresztelőt, egy ilyen bemerítkezést is, ilyen -2 fokba kint az egyik folyónál. Úgyhogy tényleg különleges nap volt a tegnapi, és remélem, hogy nektek is hasznosak lesznek majd azok a dolgok, amiket kirakok. Egyébként a terveim szerint az van a szívemben, hogy későbbiek folyamán is, hogyha jönnek a szívemben ilyen rövidebb kis üzenetek, akkor azokat szeretném így kirakni a videó csatornánkra, az Ébredés Missziónak a YouTube csatornájára, hogy minél többekhez eljusson, és azért is, mert ugye a Facebook folyamatosan tiltás alá helyez, és nem tudunk annyi embert elérni, mint ahány ismerősünk van, nem engedi, hogy lássák, úgyhogy majd keressetek minket a YouTube csatornán, remélem, hogy sok hasznos üzenet lesz. És örülök, hogy mehetek most már haza, és örülök, hogy összerakhatom nektek azt az anyagot, ami remélhetőleg sokaknak hasznára lesz. Köszönöm szépen, hogy újra és újra velem tartotok, követitek a munkánkat, és nagyon áldott napot kívánok nektek ma is. Sziasztok!